Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy havonta megjelenik az ingyenes hírlapom. Ezt megrendelheted e-mailen keresztül. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal és egy akció, egy jóslás, indiai asztrológiával együtt 10.000 forint helyett 6.000 forintért. Ezt az ingyenes hírlapot megrendelheted e-mailen keresztül. És most megnézzük azt, hogy mi történik október hónapban az oroszlán jegyében születetteknél. Itt látható az első hét. Ez a felhő, ez azt jelenti, hogy van valami a környezetedben, ami még átláthatatlan. Szeretnéd tisztázni a dolgokat, és keresel egy kiutat, egy új irányt. Ez lehet a környezeted, vagy a családi kapcsolatok, hiszen itt megjelenik a ház. Ez jelenti az otthonodat, a szomszédokat, a családot, vagy egy ingatlant. Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, vagy találkozol barátokkal a nyilvánosságon, vagy mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. Itt van a szerencse, ami a kapcsolatokat vagy a szerződéseket illeti. A hold jelentheti az anyukádat, itt a hold mellett megjelenik a kasza, előfordulhat, hogy most nincs kapcsolat kettőtök között, de az anyukád útban van hozzád, vagy a hold jelentheti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, és akkor a kasza azt jelenti, hogy olyan hirtelen történnek az események, amikor nem számítasz rá, tehát egy meglepetés, és a szerencse útban van hozzád. Második hét október hónapban itt látható. Itt vannak még fájdalmas emlékek, vagy valaki megbánt téged. Tekints a mélybe, és láss át a dolgokon. A koporsó az jelenthet egy örökösödési ügyet is, de itt van a háttérben a hamisság, valaki be akar csapni téged. Amit a koporsó még jelenthet, hogy lezárja ezeket a fájdalmas emlékeket, lezárja a hamisságokat, és akkor itt előre mennek a dolgok, ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható, előtted a nap. Jelenti a kisugárzásodat, vagy hogy kiderül az igazság, tisztázódnak bizonyos dolgok. Itt a kereszt jelenti a hitedet, vagy fontos találkozásokat, amikor a sors utak kereszteződnek. Ez lehet egy kiút is, ebből a toronyból, amikor fogva érzed magadat. Vagy a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Itt lesz egy hír, vagy egy dokumentum, egy szerződés. Minden esetre látható, hogy itt tisztázódik valami. Harmadik hét október hónapban itt látható. A hegy jelenti a problémákat, a nehézségeket, de ez elmúlik, hiszen itt vannak az egerek.
És úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a problémákat, a fájdalmas emlékeket, a zárkózottságot, tehát javul a helyzet. Itt a kígyó jelentheti az egészségügyi témákat, a gyógyító erőt, de lehet egy hölgy is. Az is elképzelhető, hogy ezzel a hölgyel van neki problémája, vagy neked, vagy mindkettőtöknek. De itt meg lesz az életerő, fontos beszélgetések, változások, különösen ami a szerelmet illeti. Itt van a szerencse, egy lelki kapcsolat, egy életút, vagy lehet külföldi kapcsolat és egy meghívás, vagy egy látogatás külföldről, vagy egy közös utazás. Utolsó hét, október hónapban itt látható. A könyv jelentheti a tudást, a továbbképzést, itt van a munkahely, az anyagiak, a gyermek jelentheti a gyermekeket, de jelenthet egy új kezdetet is. A könyv utalhat az ő zárkózottságára, de ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják ezt a helyzetet, itt van a kulcs, ezáltal kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek, utal a nyitottságra, itt vannak a változások, a gyógyító elő, sőt, a stabil párkapcsolat, hiszen ő gondol rád, itt a szerelem, és ő úgy érzi, nálad le tud gyökerezni. Előtte a tisztaság, tiszta érzelmek, vagy tisztázódik valami, és a virágcsokor jelenthet egy ajándékot, egy meghívást, egy kreatív tevékenységet, vagy a jó ízlést, a te szépségedet. Itt van a szerelem, a szerencse, még egyszer megjelenik a szerencse. Itt tisztázódik valami, és ő nagyon intenzíven gondol rád, itt a kapcsolat, és látható a szív, a szerelem kettőtök között. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!